Idén egy szíriai polgárháborúval foglalkozó film, A kis Palesztina vihette haza a legjobb emberi jogi dokumentumfilmnek járó díjat a 19. verzió filmfesztiválon. Abdallah Al-Khatibi naplószerűen mutatta be szülőhelye, Jarmuk szenvedéseit. A főváros ezen negyedében voltak a leghevesebbek a harcok, és talán itt a legnehezebb az újrakezdés, főleg miután több ezer palesztin menekült él a kerületben. A díjátadót szombat este tartották, a három zsűri három fődíjat és két külön díjat adott át. A legjobb bemutatkozó film a Burkina faszói politikai átmenetet örökítette meg, míg a legjobb magyar dokú a Döntés lett, amely egy családját eltitkoló Mura keresztúri pap vívódásairól szól. A Verzión 3 budapesti művészmoziban összesen 75 filmet mutatnak be 40 országból. Nagyon sok filmünk foglalkozik ilyen aktuális, égető problémákkal. Van ukrán válogatásunk, kifejezetten fókuszt szerettünk volna adni az abszolút bőrünkön érezhető tragédiának. Vannak környezetvédelmi filmek, illegális fakitermelésről több film is szól. Ez is Magyarországon itthon is egy aktuális kérdés volt. A fesztivál szerdán ér véget, de csak a mozikban. A legtöbb film ugyanis elérhető a Verzió online felületén, ahol november 20-áig lehet kikölcsönözni őket.